Jó estét kívánok, kedves nézők! Önök a Kölcsei Televízió Weekend című műsorát látták. Reméljük, hogy nagyon sokan már a műsor eleje óta velünk vannak, és hát itt a híradó előtt azt ígértem, hogy a kerékpár trendekről beszélgetünk majd Vinnai Zsolttal, aki a Bringa Sziget bolt vezetője. Zsolt pedig kérdően nézett itt rám, hogy micsoda trendekről. Hát inkább elsősorban itt a technikáról beszélgessünk, de hogyha már ezt itt teljesen mellé beszélve mondtam, én laikusként azért azt látom, hogy trend az, hogy a kis csajuknak kosár legyen a bicajuk előtt, illetve hogy különböző ilyen nagyon lányos színű kerékpárok is legyenek, és akkor most egy kicsit a lájtosabb kerékpárokról beszélünk, amik inkább lehet, hogy nem is elsődlegesen sport, hanem inkább egyfajta divat célt szolgálnak, hiszen nagyon sokan tényleg csak egy pár métert kerékpároznak ezekkel a kerékpárokkal, úgyhogy valamennyire azért a trendeknek is meg kell felelni. Igen. De hát elsősorban az, aki profi bringás, azért azt hiszem, hogy nagyon sok más szempontot tart szem előtt. Hogy látod, mennyire tudatosan vásárolnak az emberek kerékpárt, amikor betérnek hozzátok? Kerékpárvásárlások az első hét másodperc azon eldől. Tetszik, komolyan? Vagy nem tetszik. Ez a statisztika, nyilván ez nem általános. Nem könnyű ma már kerékpárt vásárolni, de szerencsére Magyarországon elértünk oda, hogy nagyon sokan bringáznak most már. Majdnem az, mint egy nyugati országban, egy Németország, egy Hollandia azért egy nagy véglet, de Németországban hasonlóan kerékpároznak, nagyon sokan bringáznak a Nyíregyházán is. Ez szemmel láthatóan mindenkinek feltűnik. Így van, hát ugye nyilván a kerékpárútak azért nagyon-nagyon sokat dobtak ebben, és gondolom, hogy a kínálat is nagyon sokat számít. Éppen itt a múlt héten külföldön élő nyíregyházi vendégeink mondták, hogy milyen jó úristen, hogy itt Nyíregyházán szinte egy álom valósult meg, hogy eljutnak bizony nagy távolságokra is kerékpárral, és nagyon klassz kis kerékpárútjaink vannak. Tehát sokan kerékpároznak, én azt látom, hogy rengetegféle kerékpárt lehet vásárolni. Tehát én úgy gondolom, hogy nem könnyű. Hiába tetszik, de van rengetegféle, és hogyha nem értek hozzá, hogy ezek a kütyük, ami ugye nőként mit látok, hogy vannak rajta mindenféle olyan fogaskerekek, amiről azt sem tudom, hogy mit jelent, akkor bizony hát elég időigényes lehet egy boltvezetőnek, hogy elmagyarázza, hogy mi mire való. Igen, nem az van, mint nekem gyerekkorom, hogy volt kétféle típus kerékpár, most már nagyon sokféle típus van, nagyon sokféle szín, nagyon sokféle márka, és betérnek az ügyfelek a Bringa Szigetre, van, akihez sok türelem kell, van, akihez nem. Nem könnyű dönteni, mert nem tudják, alapvetően nem tudják, hogy mit szeretnének a kerékpározáshoz, és ezért kezdem azt, hogy mire fogja használni, mit szeretne vele csinálni, és akkor leszűkül a kör, úgy mindig leszűkül a kör, hogy mi az a két-három, amiből neki az alkalmas arra a kerékpározásra. Országúti mountain bike, túrapicili, gravel bike, citybike, nem könnyű a kerékpártása, de a világ változik, tehát ez biztos megvan máshol is, autóban is megvan, hogyha akarunk valamit vásárolni. Alapvetően mindig nagyon ritka, amikor nem sikerül eltalálni, hogy ügyfél mit szeretne, és szerencsére visszatérnek, hogy jól döntöttek, jól választottunk, szeretik, szeretnek vele bringázni, mert nem az a fontos, hogy aki mondjuk egy hobbista vagy kezdő, megszeresse a kerékpározást, és ha a kerékpár nem megfelelő arra, amit ő kívánhatott, akkor nem biztos, hogy szívesen rá fog ülni. Tehát olyan kerékpárt kell eladni neki, amivel örömmel fog ráülni. Gondolom, hogy ha egy kerékpár nagyon sok mindent tud, illetve mondjuk tényleg egy túrakerékpár, azért azzal lehet kerékpározni a városban is. Tehát a professzionális az képes egyszerű dolgokra is, egy egyszerű kerékpárral viszont nem biztos, hogy egy hegyi túrára el lehet indulni, gondolok itt egy ilyen városi kerékpárra. Vannak olyan kerékpárok, amik tényleg egy ilyen majdnem mindenre alkalmasak? Ilyen nincs, olyan van, hogy sok mindenre jó. Tehát az a gravel bike, ez akár egy ilyen túra bicikli, nagyon sok mindenre jó. Az főleg aszfaltra, murvás útra is, konkrétan az a kerékpár, de olyan nincs, ami mindenre jó, és van, aki ilyet keres, olyan kerékpárt, mindenre jó, ilyen nincs. Hát kamionnal sem lehet parkolni könnyen, és kisporszkival sem lehet több tonnát vinni, tehát ezt be kell látni. Aki megszereti a bringázást, beleszeret a kerékpározásba, biztos, hogy lesz minimum két bringája, van, akinek már három is, mert aszfalton kell egy gyors országúti, erdőben a természet szeretete, a nyugalom, pedig oda kell egy jó mountain bike.
Hát meg kell hozzá egy tárolóhelység is, akinek már ennyi kerékpárja is van. És persze, ugye említetted, hogy még a te gyerekkorodban az enyémben meg főleg ugye volt egy vagy kétféle típus, vagy hát volt a kemping, a verseny, meg a mountain bike később, de azért ezek mind nagyon súlyos kerékpárok voltak. Most gyakran találkozom azzal, hogy ezek szinte nagyon könnyűek, könnyű őket fölpakolni akár egy kerékpártartóra, hogyha az ember mondjuk autóval indul útnak. Tehát más anyagokból is készülnek. Ez mennyire jelenik meg aztán az árán a kerékpárnak, mondjuk, hogy milyen könnyű maga a bringa? Nagyon megjelenik, nyilván egy acél ötvözet, ami egy olcsó fém, azt olcsó előállítani, olcsó az anyagköltsége, a kerékpár is olcsóbbat, ugye egy jó alumíniumváz, ez is konkrétan hiába alumíniumváz, ez egy háromszorosan húzott alumínium cső, ez egy alumíniumvázon belül is, ez egy jó alumínium csövekből épül fel ez a kerékpár, és van a karbonváz, akár a titán, ami nagyon drága az előállítási költsége. Karbonnak is a munkadíj miatt drága, nem feltétlenül az anyagköltség. Ezek mind drágítják a gerépát. Ami jó, azt meg kell fizetni. Ugye nyár a szezon, aztán azért már ősszel-télen nagyon kevesen merészkednek nyerekbe. Érdemes mondjuk ősszel már egy kicsit, hogy is mondjam, ilyen téli üzemmódba helyezni ezeket a bringákat? Tehát el kell valahogy, nem tudom, be kell olajozni, vagy érdemes fölkeresni mondjuk a profikat, hogy tényleg aztán téliesíthessük a picajunkat. Nincs arra szívni, hogy lesen kerékpározni, tehát télen is lehet kerékpározni. Nyilván hidegben nem fog mindenki felülni. Mindig azt mondjuk, hogy aki rendszeresen kerékpározik, az minimum évente egyszer vigye be egy szaküzletbe és nézesse át, zsíroztassa át. Nyilván amit használunk, az kopik, a kerékpár azt meghálálja. Ez látszik, hogy aki 10 évente hozza el a szervizbe, annak sokba fog kerülni egyszerre, mert sok mindent kell kicserélni. Aki pedig évente vagy fél évente elhozza rendszeresen, meghálálja a kerékpár, de ez minden egy van, nem csak kerékpárra. És hát ugye még nem beszéltünk a millió kiegészítőről is, hiszen nem csak kerékpárok vannak, hanem ezeket folyamatosan lehet felturbózni, és hát maga az a cucc is, amit az ember kerékpározás közben visel, ugye nem árt, hogyha azok is egy kicsit illeszkednek, tehát lehet éppen szoknyában is kerékpározni, de azért egy hosszú túrára ez már nem javasolt. Na, akkor mégiscsak itt igyekezlek megfogni. Ebben például vannak trendek, hogy milyen színek, milyen nem tudom, kerékpárnadrágok, felsők vannak most 2018-ban? Vannak ilyen divat irányzatok, nem feltétlenül trendek, a nőknek vannak nagyon szép kis táskák, nagyon szép kerékpáros nadrágok, felsők vannak, színesek a lányoknak, a férfiaknak általában azért fekete. Ez majdnem mindenki a kerékpárjához vásárolja a színt, a vászszínhez, vagy van egy márka, vagy van egy csapat, aki tetszik neki, és aki így vásárolja a ruhákat. Nagyon sokféle kiegészítő van most kerekpárokhoz, akármilyen csomagtartó, túratáska, ruházat, sisak, cipő, tehát egy komolyabb kerékpárt, hogyha megveszünk, és utána még mindent felszerelünk magunkat is, akkor az még egy jelentősebb költség. Egy kerékpáros cipő, kerékpáros pedál, sokkal jobban a tekerni, bukós sisak nagyon fontos, ez sajnos még nálunk ez nem jellemző, még ciki sisakot viselni, ebben még azért fel kell nőnünk, mert az embernek csak egy feje van és ezt védeni kell. Ebben lehetne sokat fejlődni még. Így van, én is azt gondolom, hogy a jó érzés mellett ugye a biztonság a legfontosabb szempont, és persze az, hogy kényelmesen tekerjünk, amennyiben valaki nyerekbe pattan. Zsolt, köszönjük szépen az információkat!